Vajon csak izé? Vajon a további? Jó lenne nem eljönni, de hát... Mit lehet tenni? Hát, ha valami nagyobb, de most van egy arany, ami megint azonosíthatatlan. Már megint ide visszajöttek. De nem, egy szinttel alattam vannak. Kéne menni, de azért még itt átutatunk itt egy pár dolgot. Egy csak föl lehet meg tudtam kerülni őket, és akkor nem kellett volna velük megküzdenem, de hát azért nem ilyenek vagyunk. Azért abban a pillanatban azért így nem. Hol vannak az enemik? Fölöttünk? Alattunk? Mellettünk? Rubrik. Jó napot kívánok! Very jó. Lucio. Oh, you think you're soaked?
Gyerünk! Ére elpusztult. Should think they felt that in London. Néztem az Eurovíziós Dalfesztiválról videókat, meg így ilyen TikTok videókat. Hát az új dalok gyötrelmesen fosok. Annyira nem tetszik, ráadásul. Hát én nem akarok senki izébe beszélni, de volt egy csávó, aki a TikTokon a stúdió felvételt meg az élőt összehasonlította. És egy az egyben ugyanaz, tehát egyértelműen izé tátoknak. Szörnyű amúgy, hogy eddig fajultunk, hogy már az Eurovízió is egy gyakorlatilag egy show műsor, amit megpróbálnak a hülyéknek eladni. És sajnos sokaknak sikerül is, de hogy ugye ez régen egy színvonalas műsor volt. De most... már nem igazán. Én szerettem régen, de... már évek óta nem... nem nézem. Kéne ide egy bombarda. Hát én szerettem a zenét. Alapvetően. És szoktam nézni, meg én régebben nagyon zenéltem, meg jártam zenesuliba is, meg minden. Úgyhogy én alapvetően mindig is közel állt hozzám a zene. Hova visz? Hát, hogy nem erre kellett volna jönni. Ja, ez csak itt, ahogy látom, ez csak egy titkos helyre vezet. És ezt hogy kell kinyitni? Na jó, aha, megvan. Hát
Roxfortos zászló. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó zeneszámok nyertek az Eurovíziós Dalfesztiválba. Dalfesztiválon évekig nagyon jó számok nyertek. Ott van például Mika, a Relax, Take It Easy-e. Az nekem a kedvencem, az egyik kedvencem. Rebellion. Egy színvonalas műsor volt, ahol nagyon jó... nagyon jó kis dalok születtek. De most... Talán a tavalyi nyertes az megérdemelte szerintem. De a mostani felhozatal a szörnyű. De a tavalyi nyertes mellett azért érdemelte meg, mert a tavalyi nyertes mellett nem volt senki, aki rabdákba rúg. Tehát ez a vakok közt gyakorlatilag ő volt a sas szemű. Na nézzük. Jó napot! Én ő rá szavaznék. Te is megjöttél. Ki lehetett volna. Lehet, hogy nem magamra kéne bomlasztania. Jó napot kívánok! That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. Drága öcsém. I came to stop this. What is this you've brought me? Egy könyv. It cannot be. All this time, you knew where it was. Éj. Meg ma megnéztem az új Szellemírtók filmet, meg a új King Kong vs. King Kong Godzilla film már, mint tudom mi. Elkeserítő a világ, hogy ezt meg tudja tenni, hogy ilyen fos filmeket megcsinálják. The young ones are especially deceitful.
Viszont az új a Young Sheldonnak a bevezető rész, vagy a végző, a vége részei nagyon jól sikerültek. Az a sorozat elejétől a végéig össze van rakva, és nagyon jó lett. Searching in vain for Bragpaw's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now I don't need you. I don't need any of you. Opa. I was bringing ellenük fordul. Elcsattant egy abrakadabra. Menő lenne megtanulni hopponálni. Arra? Hát akkor arra megyünk. Tehát akkor ezek szerint Lodgok megtudta, hol van a repozitórium. És hát... Baj van a részek tengerésszel. Visszamegyünk a Roxfordba, azonosítjuk a tárgyakat. Feltöltjük a potionöket, tényleg az is egy jó, hogy mondta Dick, hogy... Kívások? Nem. Felszerelés? Azt hiszem, hogy mondta, hogy itt... Mind mehet eladásra. Csak egy sálam van talán, ami jobb... Igen. Egy kicsit kéne... Jobb a... Kicsit... Kicsit buffolunk, megnézzük, hogy esetleg mi kellhet. Öklány szarvunk még mindig nincsen, úgyhogy... Ah, meg... Kine? Na. Ezek is mennek. Aha, csak most felupgrade-eltem egy olyat, amit nem kellett volna. Ez jó volt. Jó üzlet volt. Eladjuk a cuccainkat. Hmm.
Feltöltjük a erőnyerő készletünket. Azt néztem, ma olvastam pont, hogy a Terminátor októberben megjelenik. You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Megnézzük ezt a plusz küldit, hát ha kapunk valamit. Nem, hogy... Furcsálom, hogy nem volt az Avada Kedavra. Is everything all right? Oh, bless you! Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. Oh, she's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Na, az tök jó, mert hogyha egy farkasfalka támadta, akkor már vagy eledel, vagy megszökött. Tehát, hogy I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. To help her, but she seems to have gone into hiding, out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please. Don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Nagyon jó. Remember? Egyedi egyszarvú. Lágtérkép. Ide tudok jönni legközelebb. Akkor innen tudok menni majd a... What are you up to now? I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. Sounds as if she's in trouble. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Hazel must be here somewhere. Gyere ide, hej, hej, hej. Arrest the momentum. Hopp.
Everything's all right now. Velio. Come on, Hazel. Nem volt túl. Van Hazel? Hazel az egy szar. De jó. És... De ott van, és akkor most mi van? Banners are important though, aren't they? Who lived here, I wonder? Előbb be tudtam fogni, most már nem tudom. Tényleg most egy egyszarvút kergetek? Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. Ayo, ayo. Rocksmart. Na, mit fogsz enni? Kutya-macska etetés volt. I've always said that travel broadens the mind. Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place Biztos, for her to stay? Eltesszük. We're both fine, and I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Take good care of Hazel. Nem tudom, el lehetett adni ezeket. Van ugye állatom. Nem haladunk olyan gyorsan, fel kéne dobni az Avada Kedavrát most már. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad hide. Szeretném eladni. I don't mind selling things to certain clients. You know where to find me. Öklenny szarvat vennék egyet. You could never go wrong with those. Brutól is csak egy van. Akkor egyet is veszek. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Öklenny szarvat veszek. Na nézzük, küldetések. A relikvia árnyékában beszél. Ohohoho, juntra a makámada kedabra! Abra kedabra, hopp! Megyünk is, csak előbb elmegyünk a szükségszobájába. Megnézzük, eladtuk a cuccainkat? El. Attól még elmegyünk a szükségszobájába, mellett tesszük a két főni, a két egyszarvút. Meg lehet, hogy lenne értelme megfejni őket,
megint egy kört menni és felpuffolni a cuccainkat. De egyszarúak azt hiszem itt vannak. Nem itt vannak az egyszarvúak. De miért nem itt vannak? De ott van. Nem, az egy másik. Akkor... lent nem lehet, akkor a másik oldalon lesznek. Esztrálokkal. Ja, bizony itt vannak. Na, viszont van egy nőstény, meg egy... Ím. Ja, pároztatjuk őket. Egy ilyen kis bagoly. Úgy kell. Ott egy kis, nézd, ott egy kis madár! De aranyos! Egyéb már gyorsabban. Na, befejezted már az étkezést? Na végre. Nézzük. Egy mit tudom én, egy egyszarút. Ha már úgyis bementél, akkor párosodhatsz. Hát megyek, azokat is megfejem. Jó napot, étkezzünk. Akit lehet megsimogatom, hogy akkor amikor mennek majd enni. Elnézést. Ungatás, baranydudva, vagy mit tudom én mi. Cica! Úgy. Szerintem ennyi. Hoppá, ott még van egy izé. Yeah.
most eszik, elvonult és eszik. Jó, őket is megfejtük. Vagy hát learadtuk. Utána megpróbálunk egyet fejleszteni még a cuccainkon. Lemegyünk. Hol vannak? Aki megkapta a szeretetet, az menjen el innen. Szerintem ezek szaporodnak. Össze-vissza nyomkodom a gombokat. Nem menjél már el. Tessék visszajönni. Vagy pont a te cuccodra van. Oké. Mindenki át van, ahogy látom, kutatva. Jó. Mehetünk. És akkor még a Főnix van hátra. Jó napot, madárka! Köszönöm. Mondom, még egy Phoenix nem lesz, akivel majd párosztathatom. Párosztathatom. Na, és akkor most már nem upgrade-elhetek olyat. De talán őt... Egy böklenny szarvon van. Őhozzá nem kell böklenny szarv, akkor őt is fel tudom. Nyilván akkor ő is mehet. Őhozzá se kell böklenny szarv. Őhozzá kellene, de nincsen. Akkor mindenünk hármas. Kivéve ez a kettő, jó. Nem lehet kicserélni ezekben a... Aha! Mert azért... Ki kéne cserélni. Aha, így sokkal jobb. Aha, azt is kicseréljük. A
abszolút sebző varázslat sebzését, jócskán megnöveli. Azt mondja, hogy így. Ezt is beszereljük. Sebzés a kiábrándító bujbáj. Pont nem érdekel. Konfirgó. Hát, ez mehet. A kafogó káposzta sebzését biztos, hogy... Hát, mondjuk ez is jó. Kapitulátus sebzése nem használom, úgyhogy... Azt is lehet, hogy valami... Mondjuk a koboldok... A koboldok szerintem a végső, meg az, hogy ezt most kicseréljük kobold, és akkor így... Most már baszók vagyunk. És megyünk ugye küldetésezni. Méghozzá a... Az abrakadabrát fogjuk megtanulni. A kihívásokban teljesült egy pár dolog, ezeket begyűjtjük. Tényleg ezt is lehetne felszerelés, egy kicsit figyelj. Kell szemüveg. Szép a szemünk. Na, ezek vagyunk mi. Nézzétek meg. Hopp! Világtérkép. Oké, megyünk. There's no telling what lies in wait for me in there. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here.
I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Na. Próbáljunk Ominisszel is jobban lenni. Na. Menjünk kis. Harc. Erre lehet reptáj. Mit csinálhat? Biztos elmentek kirándulni, vagy valami ilyesmi. Ja, hogy itt már voltunk. És ez itt ki lett, akkor itt nem nagyon fedezek már fel. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. Aha, Inferusok. Rebellion. Jó napot! Azért ez viszonylag meg... Na? Jó van, vissza is cseréljük. And there's no sign of Sebastian. No. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. A protégő. The carvings on the relic. Gondolom támadnak minket, csak elindult a bejátszás. Created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them
As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. No. Be careful. And I'm careful. Oh, na po. És merre lehet az út? Erre? These Inferi seem far from control. Infringo! De itt feltöltődött a... Azért így baszók vagyunk, hogy adtunk a Pompirgónak. Ez... Ott van még egy... Elnézést, jó napot! Ön elfelejtett fölállni? Tovább egyenesen. Azt tűnik logikusnak. Isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. Opa! I get Solomon. What have the two of you done? Accio relic. Az előbb még volt hajuk, nem? Nem jó ötlet, de nem akarok a izével harcolni. Addig folyamatosan jönnek majd, értem. Most vissza. Stupid,
Hoppa! Tavasz Reptile, az előbb említettelek, mi újság van? She cannot be healed, Sebastian! You must stop! Hogy vagy? Let her suffer! The Vana Kedavra! Hát ezt mondjuk nem kellett volna. Mennyit kaptak? Nem gondoltam, hogy megöli a nagybátyját. Oh, Anne. Ja, ez a csonti, hogy vagytok? Kinek hogy telt a napja? I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! Előtted futok. Haló. Jaj, de jó. Stop, Sebastian. Azért vasárnap. Én értem, hogy pünkösd van, de tényleg azért vasárnap nem illik. Tehát akkor úgy gondolták, mész a misére. De akkor meg azért nem illik. Mert ugye még tart az áhítat. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Mondjuk én már 9-kor bőven fönn voltam nagyon régen. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. No. I can't stay nah. here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? Ish. Jó, hát srácok, nem figyeltem. És betöltjük a legutóbbi mentést, jó? Ittam, és betöltjük, mert 7 óra 27, az nem ez, az a 7 óra 25-ös lesz a mi mentésünk. I can't let him leave. Jó, menjünk, futás! Az a baj, őket nem hagyja meg. Sebastian, wait! Ha elküldöd őket, akkor hirtelen jönnek mások. Tudom, ide is szoktak jönni.
Én nagyon nem szeretem az ilyeneket, mert amúgy... Tehát legyen számlaszámuk, adjanak egy szórólapot, stb. Dobjanak be a postaládátba egy szórólapot. De az, hogy pénzt kiregetnek ajtóknál, ez gyakorlatilag helyt adnak annak, hogy idős néniket vagy idős embereket becsaphassanak emberek. Mert hát azt hazudják magukról, hogy ők ennek gyűjtenek, annak gyűjtenek, csak pár ezer forintot kinyernek az idősektől. Hát de nem 20 ezer forintot, nekik elég egy ötös is. Érted, de nem te vagy a célközönségük, ne felejtsd el, hanem a nagymamád, nagypapád. És az a baj amúgy, hogy ez oké, okay, rendben az egyháznak gyűjtenek. Rendben van, az egyházak nagyon sok karitatív dolgot tesznek, tehát én még nekik még mindig jobban adnék, főleg a baptistáknak, stb. De ezzel, hogy ők köngetgetnek, aznak adnak teret, hogy holnap egy átverőjön, és lenyúlja a nagy időt 1000 forintját. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same if I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Na, megvan az Avada Kedavra. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Persze, azzal semmi baj, még levelekkel bombázzák. Tehát egy levél jön, nem adsz nekik, majd jön a következő. Kész. Ez még talán rendben van. De az, hogy csöngetgetnek, igazad van, mert felhasználják az adatokat, tehát de valójában igen, ők arra mennek, hogy minél több pénzt szerezzenek. De egy alapítvány ebből él. Nem mondom, hogy szép dolog bombázni levelekkel, de nyilván valamiből... De legalább csak levelekkel bombázzák, és nem hívogatják, nem SMS-t küldenek, nem minden... Például most mondok valamit, ami szerintem nagyon csúnya dolog. Tegnap a Tesco-ban voltunk. Képzeld el, vettük ezt a... Hát ezt a saját magunknak pittyegtető gépet. Tudod, a gyerek imádja, úgyhogy levettük, mert hagyj pittyegjen vele. Mi megvásárolunk, és akkor azt ő lepittyegi. Nagyon baba volt. Oda mentünk a géphez a végén, és képzeld el, hogy pont az a vonalkód, és higgyétek el, hogy ez tudatos, pont az a vonalkód, amit le kell pittyegtetni a végén azzal a géppel, hogy bekerüljön a gépbe a pittyegtetőről a vásárlásod, az pont az adományozó alatt van. Én véletlenül lepittyegtettem adok 250 forintot valakinek. És hát oda hívtam a csajt, hogy hát ezt vegye le. Mert mondom, nem akarok én adni ilyen módon ennek a szervezetnek, azt olyan csúnyán nézett rám. Hát mondom, érted? Nagyon sokat szoktam adományozni, én vagyok szerintem az az ember, aki nagyon sokat adakozik, és pont nekik nem szeretnék adni. Pont. Ennyi. Több tízezer forintot adományoztam már el, több százezer forintot adakoztam. Már itt visszanézhetőek amúgy itt YouTube-on is azok a streamek, amiken 70-80-100 ezer forintokat küldtem el, úgy, hogy mondjuk ebből 20-30-at küldtek a nézők mondjuk. Én meg kiegészítettem 100-ra, meg ilyenek.